Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépség versenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérvadóban Gödri Bulcsú, Tasnádi András és Horváth Oszkár köszönt bennetek ma. Most rátok nézek, srácok, hogy ti is köszöntetek. Sziasztok. A hallgatókat, mert különben nem mondjam be, hanem 0630 011 0725 az SMS számunk, Tasnádi csóválja a fejét, hogy hát szó. Itt kell szerepelnem egy picit, amikor a 80-as években bejött ez, hogy tök jó. Ugye ez a használata annak, hogy tök. Akkor volt egy ilyen trend, hogy bizonyos dolgokra, amik jól néztek ki, azt mondják, hogy de modern, és a modern az nagyon szalad, és én kis szarosként úgy értettem, hogy modell. Aha. Hogy milyen modell valami. Aztán ezek inkább ilyen szép nők lettek, akik leesnek a kifutóról vicces videókban, de aztán felmerült pár hete azt, hogy a hatházi modellt fogja követni az ellenzéki politika, akkor hát így, akkor már nem tartottam ott, hogy azt gondolom, hogy hatházi Ákos modell, de érdekes módon ugye a modell az nem csak egy elmélet, vagy egy terv, vagy egy idea, hanem egy, akár egy követendő példa. Mi most azt a példát követjük, hogy akkor kollaboránsozunk mi is egy picit. Hatházi Ákos momentumos képviselő nem vett részt az országgyűlés megalakulásán. Ehelyett a Kossuth téren tartott fogadóórát, ahol elmondta, hogy a parlamentben is szándékában áll letenni a képviselői esküt, bár az országgyűlés megalakulásakor jelenlévő Jobbikot, MSZP-t és LMP-t kollaboránsoknak nevezte. 4 évvel korábban ő volt az egyedüli politikus, aki bojkottálta az országgyűlés megalakuló napját, amit 1 hónappal később tett meg, ezután részt vehetett a parlamenti munkában, használhatta képviselői jogosítványait és fizetést is kapott. Hát szerintem azon kívül, hogy respekt, hogy ezt 4 éve is meg tudta húzni, meg most is, azért így lehet igazi költségvesztés nélkül és értelmesen figyelemhez jutni, politikát kommunikálni, majd amúgy Fizu előtt azért letenni az esküt az utolsó pillanatban, ez egy értelmes ember. Bár a szankciók kerülnének ennyibe, mint az ő akciója, amiket Oroszország ellen vonunk. Én ebből őszintén szóval nagyon rettenetesen keveset értek, de tényleg őszinte kevéssé értem, hogy ennek az egész lépésnek mi a politikai jelentősége, vagy akár ez milyen elméleti, vagy morális jelentőséggel bír, vagy milyen hatása van a választókra, vagy milyen valódi politikai ellenakció a kormány legitimitására vonatkozóan. Tehát én nem hiszem, hogy történt valami, vagy én őszintén nem vettem észre, vagy őszintén nem tudom értelmezni azt, hogy egyáltalán történt-e valami. Szerintem abszolút. Tehát Hatházi Ákos az egy igazi romantikus dráma. Maga az ember. Ugye ő fellázad a Fideszben, kiszivárogtatja azokat a bizonyos hangfelvételeket, amik a Trafik Mutyiról szólnak. A bal oldalon megigazul, a jobb oldalon árulóvá válik. Egyfajta messiási üzemmódba kapcsol, és azóta folyamatosan próbálja megváltani az ellenzéki politizálást, és hát a muszáj Herkules az elbukik, és nagyon-nagyon kiszerű, nagyon-nagyon emberi történetekké esik szét ez az egész, miközben érdekes módon van egy ilyen nagyon-nagyon erős tényfeltáró munka, amit ő csinál, mindenfajta korrupciós ügyeket leplez le, iszonyatos nyomás alatt él, tehát a jobboldali sajtó, meg a Fidesz hatalmas média nyomás alatt tartja, és akkor így meg
megjelennek időről időre szereplők, akik az öntörvényű megváltóhoz próbálnak csapódni, és őt megpróbálják kihasználni, a lobogójukra rakni, ugye a legutolsó momentum. Igen, megpróbálják háziasítani, és mindig elbuknak, mert a belső kényszerek, meg a pszichózis az erősebb, mint az a politikai racionalitás, amit a momentum például feltételezett. Tehát tényleg egészen, ugye a dráma így megy el tragikomédiával, amikor az Oszi szépen elmondta, hogy a momentum két hete még arról beszél, hogy a hatházi modellt akarja ő országossá tenni, bármit is jelentsen, majd négy nappal ezelőtt közli, hogy így a frakciója közelében nem szeretné látni azt az embert, akinek a modelljét még két hete az országossá akarta tenni, tehát hogy egészen durva is. Hát, hogy nézel fel valakire, aki melletted ül? Hát ja. Ez az, igen. És nekem egyébként az egész hatházi karakterben a legérdekesebb kérdés, tudod, hogyha én vagyok hatházi, és azt mondom, hogy én egy ilyen morális zsinórmérték vagyok, amit ő azért eléggé megkövetel magának, és ő azt mondja, hogy így az alakuló ülésen esküdtenni az nem, az kollaborálás és árulás, rá két hét múlva esküdtenni, az viszont nagyszerű politika, maga az ellenállás. És tudod, hogy valakinek, akinek ilyen hatalmas tervei vannak, alkotmányt akar buktatni, meg leleplezni mindenfajta nerlovagot, ilyen dolgokon kaptam be a kereket. És ez a két hét azt mondja, hogy hát ezen múlik minden. Itt a jó ember, rossz ember, itt elválik, mint ahogy a síralom völgybe. Lehet úgy értelmezni, hogy ő ünnepet nem akar csinálni ebből, de a feladatát el szeretné látni. Egyébként nem tudom, hogy majd, hogy erre mindig van pótlólag lehetőség, vagy majd hoznia kell a házi orvostól egy igazolást, hogy hasmenés. Vagy családi ok. Hát... Ja, most az az érdekes, ugye, hogy minthogyha most azt lebegtetné a Fidesz, hogy azt mondja, hogy aki nem volt ott az alakulülésen szándékosan, annak nem biztos, hogy nekik kötelessége pótidőpontot adni. Tehát... ez lesz a legjobb. Az lesz a legszórakoztatóbb, amikor kiderül, hogy végül valamilyen teljesen adminisztratív baromságon mondjuk, hogy az óriási ideológiai, morális nüanszokban megvívott hatalmas ütközetben a két hét szakralitása környékén megvívott hatalmas morális kanosszajárás kellős közepén valami papírt majd elfelejtenek aláírni, és effektíve nem tudnak bemenni az ajtón. Tényleg nehéz. Tehát, hogy na, nehéz mást mondani erre, mint hogy az ellenzék pótcselekvése, és tehát az ellenzék megpróbál olyan ügyeket megnyerni, amelyeket nyerhetőnek tart. Nagyon, nagyon szomorú, hogy ezeket tartja nyerhetőnek, legalábbis annak. Ez bizonyos része. De szerintem nem akar az ellenzék ügyeket nyerni. Hát szerintem egész egyszerűen arról van szó, hogy fel akarnak kerülni a 444-es. Egy gondolat, de ez nem olyan, de tényleg nem olyan, mint egy ilyen ultra vegán ismerősöd elmenni étterembe, akit nem tudsz elviselni, mert így két percenként elkezded neked magyarázni, hogy miért irdatlan erkölcstelen a narancslé, amit iszol, vagy miért rettenetesen hogyan teszed tönkre a globális jövőnket az avokádó krémes pirítósoddal, és így tovább. Tehát, hogy így nem ez a fajta morális aktivizmus ez, amit a hatáziból ér. Szerintem ez sokkal rosszabb, mert akkor lenne a példát helyes, hogyha ez az arc, ez az ilyen iszonyatosan nyomasztó vegán, így végig traktálna téged, hogy milyen gyűlöletes, milyen felháborító húst teszel, micsoda gazember vagy te, aztán a végén így azt mondaná, hogy főúr, két... Mit rendeljen? Két bélszint, két sztéket. Enyhén átsütve, vagy közepesen átsütve. Na, értem. A magyar politika. És mondom, hogy nem arról szól, hogy ügyet akarnak nyerni, vagy népszerűek akarnak, egész egyszerűen látszani akarnak. A látszásról szól, és azért, hogy az ember látszon,
meg kell nézni egy Instagram oldalt, hogy az ember ahhoz, hogy látszon, ahhoz nem üzeneteket találnak ki, hanem hülye pofákat vágnak, mit tudom én, felhúzzák magukat egy olyan helyre, ahol nem szokta az ember felhúzni magát, leülnek egy olyan helyre, ahol nem szoktak leülni, és az már mindjárt tartalom, mindjárt content, mindjárt odafigyelnek az emberek, hogy húha, itt valami történik, és ők ezt a húha, itt valami történik élményt akarják átadni, mert ennél többet nem tudnak átadni. Gondolnak a világra. Én rettenetesen elkötelezett híve vagyok, és a kedvenc ideológusaim egyik a Guy Debord, és a spektákulum társadalma, és természetesen hogyne, a spektákulumban ilyen kis bohóc tréfákkal rettenetesen szép visszajelzéseket lehet elérni, de azért azt ne felejtsük el, hogy az Instagram azért képes, legalábbis technológiailag képes, akár értelmes üzenetek közvetítésére is. Tudom, hogy ez meglepő és kicsit provokatív gondolatnak tűnik, de az értelmes üzenetek és politikai akciók azok ugyanúgy átmennek az Instagramnak a felületén, és akár azok is képesek engagementnek az elérésére. Lehet, hogy a hülye képek vágásán túl néha már csak a botránykeltés szándékával is érdemes lenne ezekkel is próbálkozni. Én nyelvtanoznék persze tévedésből kiindulva, nyilván, hogyha a kollaboráció az elnyomó hatalom, megszálló hatalommal való árnyék alatti ótvar együttműködés jelenti, akkor fúj kollaboráció, de ha csak azt mondjuk, hogy a kó az azt jelenti, hogy együtt, a labor pedig azt, hogy dolgozni, hát nekik ez a munkájuk, együtt kell dolgozniuk, a kormányon nem ugyanabba az irányba, de hát végül is erre tettek esküt, persze tudom, az se kellett volna. Én csak annyit szeretnék kérdezni, mert ugye időpontot még nem kapott az eskü később életételére, hogy ezt hol kell intézni, mert ha esetleg a Neptunban éjféltől lehet befoglalni, akkor vigyázzon, nehogy a Mi Hazánk azt is lefoglalja. Kövér László az Inforádióban beszélt a pedagógusok lehetséges béremeléséről. A házelnök kifejtette. Nyilvánvalóan az egyik feladat, amit meg kell oldani, azaz rövid távon, hogy a pedagógusokat és a rendvédelmiseket is újra elő kell venni. Újra elő kell venni az ő jogos bérköveteléseiket, és a megfelelő minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya. Ezek után elmondta, hogy olyan bérarányokat kellene kialakítani, hogy a szakmunkások, az orvosok és a tanárok is lássák előre, milyen életpálya és egzisztenciára számíthatnak. Kijelentette továbbá azt is, hogy mindez nem egy ciklus munkája, így kéne hozzá egyfajta társadalmi egyeztetés, és kéne hozzá egyfajta közös nevező azokkal a politikai erőkkel is, akik éppen ellenzékben vannak, hogy lehetőség szerint ne borogassuk fel újra és újra, ciklusról ciklusra ezt az egészet. Nekem két megjegyzésem van ehhez, ugye az ellenzéki sajtó széttépte ezt a nyilatkozatot, arra hivatkozva, ugye, hogy a megfelelő minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket, ami egyébként egy szótévesztés, szórendtévesztés a Kövér László részéről, és a szöveg többi részéből kiderül, hogy ő arra gondolt, hogy minimálisan abban a megfelelő mértékben kell emelni, hogy újra vonzó legyen a pedagógus pálya. Persze. Tehát, hogy egy félreértésből, egy szótévesztésből botrányt csinálnak, kéjelegnek, miközben, és itt menjünk tovább, a Kövér László második kijelentése, amikor Kövér László arról beszél a pedagógus bérek kapcsán, hogy itt a pedagógus bérek rendezéséhez egy több cikluson átívelő konszenzus kellene az ellenzéki pártokkal. Most egyrésztről... Nem lehet 4 évente variálni, nem? Mint a Székely, aki mondja, hogy 1974-ben mondtam, hogy szeretlek, majd szólok, a változás lesz. De megcsinálni ezt... Semmitben nem egyeztetnek soha az ellenzékkel, mindig erőből. Erőből, tehát inkább még azokat az ellenzékkel... Az ellenzék klasszikus a érintett társadalmi csoportok. Ja, azoknak már csak fóruma sincs, elvileg lenne forma. Tehát soha nem egyeztetnek. Az, hogy ők abba gondolkodnának, hogy majd egy ciklusra ők elvesztítik a hatalmat, az elő sem fordulhat, hát az nemzethalál minimum, hogyha nem ők vannak kormánynál. De most a pedagógus kapcsán így előadja a Kövér László, hogy hát, nagyon jó lenne megállapodni a Hillerrel, meg a Torockaival, meg a Gyurcsánnyal összejönni egyszer egy nagy partira, és végre rendbe tenni ezeket a pedagógus béreket. Mi hajlandó... instrumentálisra lehetne italozni. Igen, hogy mi hajlandóak lennénk rá, csak legyetek már partnerek, legyetek már társadalmi partnerek ebben, hogy ilyenkor nem hasad meg a föld. Tényleg, és a liberális sajtó, meg egy szótévesztésbe belemegy, amikor a vég
végtelen cinizmust, a végtelen gátlástalanságot is le lehetne leplezni. Jó lesz az a szótévesztés. Egyébként üdvözlendő a hajlandóság, meg egyáltalán, hogy ez mint téma felmerült. Azért találok benne én is fogást ezen kívül. Egyrészt, hogy kár az ellenzék nyakába verni, mintha ők tüzelték volna fel a pedagógusokat, mert maguktól nem jutott volna eszükbe. Tehát én azt gondolom, hogy többen elégedetlenek a helyzetükkel, mint a hányan tiltakoznak. Illetve volt egy ilyen kijelentés benne, hogy szakmunkások, az orvosok és a tanárok is lássák előre, milyen életpályára és egzisztenciára számíthatnak. Hát azt eddig is láthatták előre. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy tudjam előre, hogy szar lesz, hanem hogy esetleg jó legyen. Sőt, az orvosok alól esetleg kicsúszott most a talaj, mert ők rosszabbra számítottak, és közben itt variáltak, ráemelgettek. Minek ciklusról ciklusra bántani ezt? Jó, hát persze, meg egyébként nyilván ezekben a kulcs társadalmi pozíciókban ezeket az életpálya típusú modelleknek a felépítését, meg az erre való stratégikus tekintést azt szerintem csak üdvözölni lehet. Szerintem ezek nyilván rettenetesen jó dolgok. Teszem hozzá, nem jeleskedett egyikben sem semmiféle, legalábbis a szlogenek szintjén baloldali kormány, soha. Mindegy. Ebből a szempontból mindegy, ezekről meg lehet vitatkozni, hogy elégségesek, vagy nem elégségesek. Minden esetre nekem az a bajom avval, amikor ezen poénkodik az ellenzék, alapjába véve, hogy nyilván azt az elemi löttyös indulatot, meg azt a frusztrációt, amit ez az elveszett választás keltett sokakban, azt nyilván ilyenkor egy kicsit lehet ventilálni, tehát nyilván van ez a fajta jó érzés, de egy üzenetet azt azért elég mélyre bevésnek ezek a fajta reakciók, azt, hogy kutyát nem érdekelnek valójában, hogy mi a fene lesz Magyarországon a pedagógus életpályával, vagy a szakmunkás életpályával, ami ez elég fontos most, hogy az ország gyakorlatilag autóösszeszerelő üzemé kezd válni. Az ezek eléggé kulcs momentumai a jövő nemzedékeinek. Ilyenkor azt az üzenetet küldi az ellenzék, hogy minket ez nem érdekel. Minket az érdekel, hogy ez a szótévesztés, ez most nekünk politikai tőkét hajt. Ami, hát most hogy mondjam, hát igen, már a politika ilyen, csak ezt szokták azért annyira ésszel csinálni, hogy azért ne ez legyen az elsődleges üzenet, hogy engem a politikai haszonszerzésen kívül azért sok minden nem érdekel. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri Bulcsúval itt a Spirit FM-en. Carrie Burke, a Disney elnöke eljutatott a cég alkalmazottaihoz egy videót, amelyben elmondta, hogy ő két queer, nemileg nehezen beskatujázható gyermek édesanyja, és tőlük tudja, hogy az ezredfordulón vagy azután született fiatalok már 30-40%-kal queerebbek, mint a korábbi generációk voltak. Márpedig Burke szerint a Disney mindig is a világtrendek élvonalában járt, és ennek így kell lennie ezentúl is. Ennek szellemében az elnöknő azt akarja, hogy a jövőben a Disney produkciókban szereplőknek legalább 50%-a LMBTQ legyen, vagy valamelyik etnikai kisebbség képviselője. Ezt mivel szerintem az András ezt személyesen nekem csomagolta be ezt az üzenetet. Igen, mert nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy te azért alapvetően rokon szenvezzel ezzel a radikális vókizmussal. A radikális vókizmusa biztos, hogy nem rokon szemezek a transzideológiával nyilván rettenetesen, ezért is fájó ezért is különösen fájó egy ilyen hír. Hát kezdjük a végéről, tehát Carrie Burke-nek, aki a Disney elnöke, ezúton is köszönjük, hogy ismét 30 évvel segített a történelembe hátra sorolni a transzidentitásoknak a politikai szerepvállalását. Tehát ezt köszönjük, ez egy rettenetesen hasznos tevékenység volt. Miért tette ezt? Hát emiatt a rettenetes ostobaság miatt, hogy 50%-a a szereplőknek legalább LMBTQ kell, hogy legyen. Miért kéne, hogy bárki LMBTQ legyen? Miért kéne ilyen kvótákat meghatározni? Kinek használják?
használnak ezek a kvóták. Egyébként Kerry Burke próbálkozhatna egyszer avval, hogy... Tehát te úgy vagy ezeknek a radikális gender elméleteknek, transz aktivizmusnak a híve, hogy magával a kvótával, mint a strukturális igazságtalanságok kiigazításának az eszközével nem értesz egyet. Hát persze, ahogy nagyon sokan, hogyne, természetesen. Aha. Természetesen, ez egy egyáltalán nem meglepő álláspont, még ennyiben nem is radikális álláspont. Van egy rettetesen hülye álláspont, amelyik azt gondolja, hogy kvótákkal, tehát eredménycentrikussággal, vagy az eredmények egyenlősége által lehet társadalmi változást elérni. Ez az elmélet, ez 1000 milliárdszor bizonyosodott be, hogy semmilyen valódi társadalmi változáshoz nem vezet. Úgyhogy Kerry Burke-nek ajánlom egyszer azt, hogy próbálja ki azt, hogy egyszer megpróbál egy hiteles karaktert felépíteni, egyet, tehát hogy legyen ez a következő projekt, egy hiteles karaktert, aminek mélysége van, mondjuk egy Raskolnikovi mélységű karakterábrázolás, hogy jusson el az ő általa elnökölt stúdió. Aztán egyébként elléphetünk oda, hogy mondjuk kifejezetten egy transzgender identitás tudjon megmutatni a maga mélységében, hogyha erre képes. Az egy elég lenne. Nem az 50% lenne a fontos, hanem hogy egyszer sikerüljön bármi érvényeset mondani, akármiről, de mondjuk akár erről is lehetne. Arra az külön tetszik, hogy most ugye a queer, mint gender identitás, az ugye nagyjából azért a gender fluid identitásnak valamilyen kifejezése. Magyarul queer nagyjából az az ember, aki a hagyományos társadalmi nemi szerepek közül eléggé széles spektrumon választ magának magatartásokat, és... Vagy nem választ. Vagy nem. Hát az a non-binary jellemzően, de mondjuk, de lehet az is. De a queer az non-binary is lehet. Abszolút, tehát, hogy ebben a spektrumban ugye össze-vissza lövöldöz. Most eleve azért nagyon nehéz ezt egy gyereknél megállapítani, mert ugye az simán az is lehet, hogy nem választott még magának semmilyen. Nem tudom hány évesek, de ez a nő 55 éves elmúlt, tehát, és 5 gyereke van. Hát esze azért sok nincsen, úgyhogy... az látszik eléggé biztosan. Tehát olyat is lehet mondani, tehát lehet egy olyan elmélettel játszani, és szerintem egyébként nem is rossz elmélet, hogy mindenki egy kicsit queerként kezdi az életét. Ebben szerintem rettenetesen sok igazság van, meg azt is lehet mondani, hogy a te társadalmi nemi szereped az egy sokkal fluidabb dolog, mint ahogy azt az emberek szokták gondolni, ezért könnyen lehet, hogy bár neked a nemi identitás vagy a társadalmi nemi identitásod A vagy B, amellett azért néha, ahogy a személyiséged változik, bekerülhetnek ebben nagyobb, több elemek. Tehát lehet ilyet mondani, és azt a tök legitim érvelést, de avval már nehezebb mit kezdeni, hogy 30-40%-kal queerebbek. Ez tényleg a történelem legsötétebb időszakait idéző áltudományos méricskélés. Tehát hogyan lehet a queerséget 30%-a arrébb mérni? Hát beszéltünk egyszer erről, hogy amerikai egyetemisták, sőt középiskolások körében hányan vállalnak különböző identitásokat. De más a 100-ból 5 ember vallotta magát bárminek, ha ez 30-40%-kal emelkedik, akkor az 8-9 ember. Értem. De 30-40% ponttal, akkor meg 35-40. Nem tudom, nekem ott van a háztartásban mindenki fogyaszt pornót, tudatmódosítót és fényevést, és megkértem rá őket, hogy ezt tegyék, ezért azt szeretném, hogy a jövőben a kollégáim, beosztottjaim és a novelláim alakjainak 50%-a is tegyen így. Oké, de ha ez erről szól, tehát hogy az, hogy az emberek egy ilyen kérdése, hogy ők hogyan határozzák meg egy gender skálán magukat, ott az emberek most már fluidabb vagy nem heteronormatív válaszokat adnak. Ez szerintem leginkább arról szól, hogy lett egy alaposabb megértése annak, hogy nem feltétlen heteronormatív identitásokat lehet kizárólag választani. Ez aztán semmilyen változást nem jelent, leginkább egy szemléletbeli változást arról, ahogyan a társadalmi nemekről ideig gondolkodtunk és gondolunk most, ez nem nagyon utal se akár szexuális preferenciába való változásba, se semmire, leginkább magáról a társadalmi nem és a társadalmi nem kialakulása
kapcsolatra, illetve magunkra vonatkoztatott érvényessége kapcsán indultunk el egy egészségesebb irányba. Nem tűnik egy ilyen otthonról hozott statisztikának, hogy 5 gyerekem van, akiből 2 queer, tehát az 40%. Igen, végtelenül annak tűnik. Illetve akiből 2 queer, vagy valamelyik etnikai kisebbség képviselője, vagy LMBTQ, mert ugye így hangzott a kijelentés erre az 50-es kvótára, ami fogom a fejem, hogy miért szükséges, és miért ennyi, de nem csak az LMBTQ-ról volt szó. Jó, csak ezekből bocsánatra, hogy nem, mert sokan akartok megszólni, aztán nem hagyok senkit, de hogy tényleg az egészben az az egészen nyilván elszomorító, hogy a kedves hallgatók mostnak nyilván van egy képe arról, hogy mondjuk a transzgender ideológiával foglalkozok, vagy az iránt elkötelezettek mit akarnak, vagy mit nem. Én csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokak számára ezek a lépések elképesztően elkeserítők, mert a szokás szerint a kapitalista nagyvállalatok pótcselekvését és virtuous signalingjét mutatják. Már megint arról van szó, hogy meg akarják úszni ezt az ügyet. Már megint arról van szó, hogy mindenféle sehova nem vezető, leginkább csak mérhetetlen ellenszenvet kiváltó akciókkal, egyébként teszem hozzá művészet ellenes fasisztikus akciókkal sikerül azonosítani ezt az egész mozgalmat, és nyilvánvalóan nem ért, itt aztán senkit nem érdekel a 13 vagy 17 éves full magányos mondjuk transzgender fiataloknak a jövője. Azokon ez egyáltalán nem segít. Tehát az, hogyha mennyiségi reprezentációjuk lesz rosszul kierőszakolva, az semmilyen változás, társadalmi változáshoz nem fog vezetni. Ha kevés, de minőségi reprezentációjuk lenne egy minőségi megértés arról, hogy kb. Hogyan egy átlagember számára, aki nem ismeri rendesen ezt a dolgot, miért is kéne neki ismernie, lenne lehetősége arra, hogy a transzgender identitás minőségében megismerjen, az lehetne szemléletformáló vagy szemléletváltó erejű. Számomra az érdekes ebben a hírben, hogy minden más esetben ugye azon akadtam volna ki, hogy egy nagyvállalat, nagy kulturális vállalatnak az elnöke ilyen típusú kvótákat, amik tényleg szembe mennek a művész önkifejezés szabadságával, minden fajta szabadsággal, amit fontosnak tartunk és fontosnak gondolunk, de mégsem ezen akadtam ki, hanem azon, hogy neki már mindjárt van 2 queer gyereke. Tehát, hogy az a terror, amit ő a társadalomra akar erőltetni, az nekem ebből az jön le, hogy nagy valószínűség szerint nyilván nem biztos, nyilván dobhatja úgy a kocka, hogy nála pont 2 queer gyerek van, de nagy valószínűség szerint már a családban is elkezdődik, és én így látom azt, hogy hollywoodi sztárok folyamatosan jönnek azzal elő, hogy ilyen lelkileg megnyomorodott, szerencsétlen drogos gyerekek, nem tudom, hogy ők milyen gyerekek, csak vannak példák az Angelina Jolie kapcsán, stb., hogy előjönnek, hogy hát, hogy igen, ez ilyen csodálatos queer emberek, miközben valószínűleg szerencsétleneket megnyomorított a szórakoztatóipar, a szüleiknek a nem ott léte, nem odafigyelése, és ma már divat. Tehát, hogy én ebbe a queer gyerekbe, az ilyen befolyásos, gazdag embereknél én azt látom, mint a nem is tudom, a New Yorki divathét 8 éves queer szupersztárjába, amikor fogják azt a szerencsétlen kisfiút, és nőnek öltöztetik a szüleik, csak azért, hogy ismertséget, pénzt, stb. Generáljanak maguknak, és ezt a hülye hype-ot meglovagolják. Jó, ami fontos. Tehát az én személyes meggyőződésem, véleményem, élettapasztalatom, ezekből a társadalmi osztályokból megismert emberek alapján is következőt szeretném gyorsan mondani. A nem heteronormatív nemi identitások azok teljesen valid identitások. Tehát számomra ezek teljesen valid. Vagy igen, azért a 72-t azért kicsit túlzásnak érezzük. Csak kérlek, hogy igen, tehát ezek számomra abszolút valid identitások. Azt viszont érzékelni, hogy ebből bizonyos szereplők PR-tőkét kívánnak csinálni maguknak, mert az jobban áll nekik, az valami olyan elképesztő, botrányos és felháborító árulás. Ezek nagyon marginalizált identitások, amikről beszélünk. Tehát egy általános queer embernek
nem az a megélés, nem az a problémája, hogy a világ egyik legbefolyásosabb média és cégvállalatának az elnök nője az anyja, hanem az, hogy él egy olyan városban, ahol hogyha nem, a férfi nem elég férfiasan füttyög, tehát a lányok után, akkor már buzinak nézik. Tehát, hogy ezek a kihívásai meg a problémái, éppen őket árulja el ez a fajta végtelen marketingelt beleállás, és azért azt kell látni, hogy ezt a mozgalmat pontosan ugyanúgy, hogy a punkot 3 hét alatt árulták el, és csináltak belőle pólót. Tehát ezt kell látni, itt ez a történet. Igenis volt egy rettenetesen marginalizált csoport, egy rettenetesen marginalizált üggyel, amiből 2 hét alatt ki lehetett azt a tőkét hozni, és aztán próbáld már meg visszafejteni a hitelességet, vagy nem, csak könyörgöm. Amiatt, mert vannak rettenetesen ostoba, nyerész, figyeleméhes és kapzsi emberek, ne vitassuk el a nem heteronormatív emberek identitásának valóságát. Történelmi csúcson voltak a Disney részvények 2021 márciusában. Ma, bő egy évvel később, 40%-kal kevesebbet érnek a Disney papírjai a tavaly márciusinál. A részvénytársaság az utóbbi hónapokban nyíltan szembeszállt azzal a törvénnyel, amelynek lényege az általános iskola 3. évfolyamtól lefelé tilos Florida államban bármiféle szexuális orientációval, illetve a nemi identitással kapcsolatos témákat oktatni, szóba hozni a tanórákon, továbbá tilos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni olyan módon, ami nem a gyermek életkorának megfelelő vagy fejlődésére károsan hat. A Disney úgy gondolta, ennek a törvénynek LMBTQ ellenes éle van, ezért heves nyilatkozatokban támadta a republikánus törvényhozókat. Válaszul április 21-én a floridai képviselőház elfogadott egy törvényt, amely megszünteti a Walt Disney cég különleges jogi státuszát az államon belül. A döntésnek súlyos adóügyi következményei vannak a társaságra nézve. A Disney az állam egyik legnagyobb magántulajdonban lévő munkaadója 60 ezer alkalmazottal. A törvényjavaslatot időközben már alá is írta DeSantis kormányzó, és törvényerőre emelkedett. Egyébként annyit, hogy nem feltétlenül leszik olyan forró nakását. Én úgy tudom, hogy 2023-ban lép majd életbe ez a törvény, és az idő alatt még itt nyilván komoly lobby fog indulni azért, hogy a Disney visszakapja a maga kis kiskapuit az adórendszeren belül. Minden esetre egy biztos, hogy amit itt látunk, az egyértelműen egy olyan típusú konfliktus, amihez lehet, hogy a következő évtizedekbe hozzá kell szoknunk, hogy a politikai térbe belépnek multinacionális vállalatok, és nem úgy lépnek be, mint eddig, hogy szeretnének maguknak különböző előnyöket kilobbizni, különböző támogatásokat megszerezni, hanem rendes politikai aktorként, mint annó pár száz évvel ezelőtt a kelet-indiai, vagy a nyugat-indiai társaság, vagy az olajtársaságok Amerikában, vagy a bankok. Például. Igen. Összes nagyobb tőkés társaság, igen. És ezekkel az aktorokkal szemben most úgy tűnik, hogy azt mondja a politikának a jobboldali része, hogy szembe kell szállni, és akkor, hogyha harc, akkor legyen harc. Nekünk ott fáj, hogy ti a kultúrában nyomultok ellenünk, nektek meg ott fog fájni, hogy meg a gazdaságban nyomulunk ellenetek, és az az érdekes, hogy azért a Disney egy világcég, és elképesztő mennyiségű lerakata van, akár Disney parkokban, akár más vállalatokban. A legsikeresebb filmkészítéssel foglalkozik. A leggazdagabb. Persze, a maximálisan a leggazdagabb filmkészítő, de hát ugye Vidám Parkban van, stb. Tehát egy elég diversifikált portfóliója van, és mégis úgy néz ki, hogy ez a háború, ez megviseli, és itt nagyon nagy kérdés, hogy a részvényesek meddig fogják tűrni, mert azért ez eléggé hazárdjátéknak tűnik per pillanat. Itt megint meg lesz mérve egyébként, mint a Twitter tulajdonosainál, hogy mi a fontosabb, az anyagi érdek, vagy a személyes meggyőződés. Ez el fog dőlni, és az, hogy még eddig nem dőlt el az anyagi érdek javára, mutatja, hogy itt azért komoly szellemi és identitásbeli pozíciók vannak, tehát, hogy áldozatokat is hoznak.
egy Lőrincel László tematikus rovatot akkor itt nyitnék. Ugye 60 ezer alkalmazottjuk van, a MÁV-nak van 60 ezer alkalmazottja nagyjából. Postai, ilyesmi. Késnek is, és talán ezért van, hogy csak jövőre lépnek életbe ezek az intézkedések. Egyúttal hány százalékkal kellene emelni az LMBTQ és kisebbségi kvótát a különböző filmekben? 40? Itt meg azt írja, hogy 40%-os az értékvesztés. Véletlen volna. Azt nem érzitek, hogy a Disney-re egy újra és újra visszatérő szélsőjobbos vád kering most már 15-20, de lehet, hogy 50 éve, és van mit túl kompenzálniuk? Tehát, ezért lenti a másik oldalra? Dehogy nem, hát ez az egész természetesen ennek a történelmi PR hadműveletnek a része, amivel a Walt Disney náci örökséget, meg fajgyűlölő antiszemita örökséget megpróbálják átpozícionálni a másik oldalra. Ennyi. Szerintem ez egyébként be van árazva, lehet, hogy elkalkulálták, és lehet, hogy ez a 40% most már sok lesz, vagy nem lesz sok, de ez nem érdekel, nagyon-nagyon örülök, ha a Disneynek rossz, akkor attól nekem egy kicsit jobb, úgyhogy mondjuk nagyjából erről a részről ennyit tudok mondani. A Don't Say Gay Bill, amiről szó van, abba is belemászhatnánk egy kicsit, mert azért nem teljesen így van, ahogy ez artikulálva van ez a dolog, a gumi paragrafusairól nem is beszélve, most mindegy, de nem is igazán erről szeretnék beszélni, viszont van egy általánosabb felvetésem, ami viszont szerintem érdekesebb. Az az, hogy alapvetően mit gondolunk arról, hogy az oktatás, vagy bármilyen társadalmi nevelési feladat, azt hol érdemes tartani, ugye két iskola van, ma ezt ilyen alapvetésnek vesszük, hogy elsősorban a nevelés bizonyos fundamentális részét azt a szülőknél szeretnénk tartani. Amivel szemben van egy érvelés, meg arról szól, hogy de ez butaság lenne, érdemes ezt a társadalomnál tartani, mert egyrészt a társadalom építi saját magának a saját elvárásai szerint a jövő nemzedékét, másrészt azért az is nyilvánvaló, hogy annak az esélye, hogy jobb eszközökkel rendelkezik a társadalom erre specializált része, hogy egy gyerek számára bizonyos értékeket közvetít, az azért jó esélye sokkal magasabb, mint a szülők kvázi random módon adódó képesség szettje. Tehát, hogyha ezt a szülőkre bízunk, akkor nagyon-nagyon eltérő dolgok fognak kijönni ebből, míg hogyha elsősorban azért a társadalomra bízunk, akkor legalább valamennyire hasonló értékskálán lesznek az eredmények. A társadalom alatt mondja, intézményi oktatás nevelés gondolunk, aminek viszont a tanrendjét és a kódexét, meg egy többségi szavazat határozza meg, így a kisebbségi nevelés eltűnhet. Hát. Jaj, én értem, de figyelj, van lehetőséged megváltoztatni, tehát leszavazhatod ilyesmi, tehát megvannak azok a jogi... Hogyha tudsz többséget magadni. De világos. Alapvetően szerintem ez egy jó kérdés, csak szerintem azért nincsen igazad, mert a 21. században valójában szerintem a szülők 99%-ának az a szorongása, és ez szerintem egy teljesen valid szorongás, hogy egész egyszerűen olyan minimális a szülő ráhatása a gyerekre ebben a média környezetben, az iskola rendszer, a társadalom, a különböző, a Disney, a különböző kulturális csatornák formálják a gyereket, és a szülőnek olyan minimális lehetősége van ma már ebbe belenyúlni. Tehát, hogy én például ebbe a konkrét törvénybe az, hogy most nem is tudom, 6-8-10 éves korig ne piszkálják a gyerekeknek a szexuális nevelését, és nem kell alapvetően teljesen normális, nyitott, mert egy 8-10 éves gyerek az elképesztően elfogadó, elképesztően nyitott. Nem kell ezeket a gyerekeket bűntudattal, félelemmel, meg hülyeségekkel terhelni. Szerintem ez a minimum minimuma. Tehát, hogy de az a baj, hogy vissza a bűntudattal nevelni. Bocsánat, őszintén nem értem, hogy most ha tényleg a Don't Say Gay-ről beszélünk, az hol szerepel a
ha a Don't Say Gay Bill megvalós. Tudod, hogy hol szerepel a Don't Say Gay Bill-ben azt, hogy nem lehet kimondani, hogy gay? Nem, de úgy értem, hogy tudod, hogy mi a törvénynek a tartalmi része. A tartalmi része az én megértésem szerint, de kérlek nyugodtan javíts ki, az az, hogy egy óvodában, amikor megkérdezik, hogy mit jelent az, hogy vannak fiúk, meg vannak lányok, akkor ezt három mondatban elmagyarázzák annyira, amennyire ezt egy óvodás érti. Ez szerintem nem egy akkora katasztrófa. Most kb. A három mondat úgy néz ki, hogy nézd, Pisti, vannak, akiknek kukiuk van, vannak, akiknek nuniuk van, és vannak, akiknek nuniuk van, mégis fiús ruhákat szeretnek hordani, és fordítva. Ennyi. Ez nem igazán látom, hogy hol van itt ez a ős katolikus bűntudatra nevelés, mind a mellett úgy, hogy jelenleg folyamatosan van egy gender norma, amit nagyon is klasszikusan folyamatosan nevelünk bele a gyerekekbe, hiszen a heteronormatív gender identitásokat minden nap óvodáskortól verjük bele a gyerekekbe. Ez a törvény, nézed, ez a baloldali kritikája Amerikában, ugye ez a Don't Say Gay, amit te is használtál, hogy nem mondjuk ki, hogy meleg törvény, ami nem hangzik el, ki lehet mondani, hogy meleg. Tehát, hogy ezt egyáltalán nem tiltja a törvény, és ez mutatja, hogy valójában a törvénnyel olyan direkten nincsen baj, legalábbis jól kommunikálható probléma. Én azt elfogadom, abban van igazság, hogy a törvénnyel az probléma, hogy sokszor gumijogszabályok, sokszor olyan mondások, hogy a gyereket a maga érzelmi meg intellektuális színvonalán kell tájékoztatni a szexualitásról, amiben nyilvánvalóan viták vannak, és nyilvánvalóan, miután egyetlen iskola se akar perbe keveredni, ezért aztán inkább szigorúbban fogja ezt megítélni, mint liberálisabban, és ebbe lehet igaza a bírálóknak, de azért azt gondolom, hogy itt a provokációt azért akárhogy is az LMBTQ lobby követte el, amikor az óvodai nevelésbe beviszi a transz embereknek a kérdését, meg a meleg kérdést, meg olyan dolgokat, amely a házelnök asszony olyan ügyesen rátapintott. Igen, amiknek tényleg nincs ott keresnivalója, mert egész egyszerűen szerintem ezt, hogy egyáltalán az, hogy fiús ruha, ezt nem tudod elmondani feltétlenül egy négy évesnek. Ja, nem, tehát egy négy éves, amíg négy éves lesz, addig az, hogy jaj, de aranyos ez a kisbaba, fiú vagy lány, jaj, mert olyan máshogy, tehát ebben nem találkozik egy négy éves gyerek. Igen, de már akkor, a transzsággal nem találkozik. Hogyha bizonyos nemi szerepek ehhez bizonyos biológiai jegyekkel tartozása szerinted természetes, a másik meg nem természetes, akkor mi a logikád? Tehát ha az egyik oldalon elfogadjuk azt, hogy a bizonyos biológiai jegyekkel rendelkező, mondjuk pénisszel rendelkező gyerek, hogyha olyan szépen rúgja a labdát, és ezért megtapsol, hogy jaj, milyen kis ügyes fiú vagy, az természetes. Viszont ennek a reverse, ahol más biológiai jegyekkel rendelkező ember más társadalmi cselekedetet csinál, az abnormális, sőt veszélyes, az hogyan következik egymásból? Mi az alapja? Mi ennek ide? A kritikának? De hát, figyelj, neked, az ide, a baj, neked az a bajod avval, hogy transzgender identitású emberek megmutatják magukat, hogy ez önmagában botrányos provokáció, amellett, hogy vannak heteronormatív identitások, amiket egész nap propagálnak a gyerekeknek. Hogy? Könyörgöm, 72 identitás van, és nem értik a gyerekek, és összezavarodnak. De senki nem kezdi el nekik a 72 identitást magyarázni András, ne haragudjál, a matematikát is az összeadással, meg a kivonással kezdjük, és nem kezdjük el mondjuk iskola első osztályában egy konkrétumot kérek. A demiválás behozni. András, egy konkrétumot kérek, a transzmedikálisok versus non-binary vitát oktatják óvodába, jó? Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri Bulcsúval itt a Spirit FM-en. A következő órát azzal töltjük, hogy Bulcsú felhívására foglalkozunk Alekszandr Duginnel, Putyin egyik fő ideológistájára. Értelemszerűen úgy tűnik, hogy más tankönyvet
olvas és ír, mint amit valaha kezedet megjárta. Egy elég összetett világot kapsz nagy téreszmével, Szentpétervár és Moszkva ellentétével, a szárazföldi népek és a tengeri népek ellentétével. Én ma megismerkedtem az ezoterikus nácizmusnak a fogalmával, ami eddig valahogy nekem ez kimaradt. És ilyen csodálatos a tulajdonképpen egy ilyen osószerű, ilyen, tudod, ez a guru, akit követhetsz, az ősz szakál és a hosszú haj. Rasputin a lettetes. Nyilvánvalóan tudod, szellemi képességeit, vagy hát így kapacitásait illetően azért egy erős figura. Tehát van ugye egy nem is tudom, a szociológia doktorátusa, meg egy politikatudományok doktoria, hogy egy tájékozott, ugyanakkor hitében pedig igen ezoterikus, sőt tulajdonképpen tekinthetjük a nem tudom, a kelet Mulder ügynöke vonal követőjének is, hogy őt áthatja valami ilyen az ideológiájához passzoló ilyen valláskeresés vagy vallásra ültetés. Egészen ez extrém, és akkor vannak ilyen szórakoztató történeti részek, amelyben ő megemlékezik mondjuk Hermann Wirthről, aki elvileg írt egy könyvet a zsidóságról és az Ószövetségről, ami teljesen megváltoztatta volna a világ működését, de sajnos ellopták. Tehát hogy ez az ilyen alapok is részét képezik az önbizalmának. Egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy először is miért szerettem volna, hogy erről beszéljünk. Másrészt pedig azért remélem, hogy tudom árnyalni ezt a képedet. Engem két dolog frusztrál eléggé így a napi aktualitások, meg úgy a nagyobb trendek kapcsán. Az egyrészt az orosz geopolitikával szembeni általános értetlenség. Van egy olyan általános érzet, meg egy olyan általános kérdés, hogy de mit akar Putyin? Vagy van egy olyan általános visszajelzés, mint hogyha a orosz geopolitika az ilyen adhok, kapzsiság és gonoszság duója lenne, és én most arra tennék kísérletet, hogy elmondjam, hogy nem erről van szó. A másik magával az illiberalizmussal, mint feljövő politikai irányzattal, meg most már mint a 10 éve azért egy eléggé meghatározó politikai vagy ideológiai irányzattal szembeni értetlenség. A nagyon gyakori kritika egyébként, hogy nincs is illiberalizmus, mint ideológia, ez valójában nem egy önálló ideológia, hanem egy nagyon cinikus kiforgatása a nyugati eszméknek, és van egy ilyen általános lenézése ennek az ideológiának, amit én abszolút tévesnek tartok, és megpróbálok majd ide is eljutni. És ennek kapcsán engem nagyon elkezdett érdekelni Dugin, vagy Dugin, most teljesen mindegy, hogy ejtjük. Dugin, maradjunk Duginnel. És nagyjából az első ilyen Wikipedia-szerű olvasata ennek a pofának tényleg a Rasputin karakterével, a Waffen-SS okkult tudományaiba való belefolyásával, a sátánizmusával, de közben full ortodox meggyőződéseivel. Ezt azért én elsősorban kattintás vadászatnak tartom, vagy ilyen politikai provokációnak. Prekoncepciósnak nyilván, hogy... Én inkább ilyen pojátszáskodásnak tartom, a Zsizsek Sztálin poszterével tartom kb. Egyenértékűnek. Nem nagyon lehet Zsizseket abból a Sztálin poszterből megismerni, és szerintem Dugin se lehet megismerni ezektől a kis ripacskodásoktól. Ami viszont az ő geopolitikájára hatással van, ez a szívföld elmélet, ezt azért tartom fontosnak, hogy egy picit ismertessem, mert ez egy eléggé a Dugin filozófiáját, vagy geopolitikai stratégiáját egy elég mélyen meghatározó gondolat, ez a geopolitika alapjai című művében egy ilyen eléggé visszatérő gondolat, amit egy Halford Mackinder nevű brit geográfusnak
gondolatára, vagy ideológiájára épít, vagy stratégiájára épít, és azt gondolom, hogyha egy kicsit közelebb jutunk a megértésének ennek az elméletnek, akkor talán mélyebb megértésünk lehet arról, hogy mi az orosz geopolitikai stratégia, és hogy hogyan kötődik ez ahhoz a világhoz, amiben élünk. És most engem, én ma avval a szándéka jöttem, hogy elsősorban megértés oldaláról jöjjek, szerintem olyan dolgot tudunk kritizálni, meg olyan dologgal szembe tudunk opponálni, amiről azért van egy mélységi megértésünk, és azt látom, hogy az ignorancia, meg ez a fajta lesajnálkozás, ez pont nem segíti ezt elő, sokat vádolják a baloldalt ezzel a cancel mentality-vel, én azért ezt érzem, és ezt alapvetően nagy butaságnak tartom. Szóval mi ez a világszigetek teória? Ez a Mackinder nevű angol geográfus és történész, az elsősorban a történelem geográfiai összefüggéseivel foglalkozott, mint történész, meg geográfus, ez azért így eléggé adódott neki. Az ő szívföl teóriája, itt a Heartland teóri kapcsán ugye többféle fordítás is van, van a hátország, ami a hearthoz közel van, de szerintem a szívföld az talán egy pontosabb fordítás. Na mindegy, tehát hogy ez a szívföld teória, vagy Heartland teóri, ez a földrajz és a technológia szerepét írja le a civilizációk fejlődésében, és fontos, hogy ezt elsősorban figyelmeztetésnek szánta a brit birodalom számára, és nem egy eleve elrendelt történelmi elrendelés volt, hanem egy figyelmeztetés, hogy ez hogy néz ki. És akkor, amikor ő mint geográfus néz a történelmet, akkor elsősorban ilyen geográfiai összefüggésekkel kezdi, hogy például hogyan viszonyulnak a síkságok az erdős területekhez úgy geográfiailag. És akkor azt lehet mondani, ahogy itt nagyjából szünetben András beszéltük is, hogy mondjuk a síkság a kevés defenzív erejével az jellemzően általában az erdős területi szereplőnek az uralma alá kerül. Vagy a hegyek, azok jól védhetőek, és emiatt azok általában ilyen szeparatista birodalmakhoz kerülnek, vagy szeparatista birodalmakat predesztinálnak, és a síkságok azok pedig pont ebből az alacsony defenzivitásból adódóan, azok pedig ilyen egyesülő, vagy ilyen egyesült, vagy nagy egységet alkotó, vagy egységet kereső társadalmakat tudnak meghatározni. És az ő egész elmélete az nagyjából 1914 környékén indul, amikor az az alapvető felismerés, hogy megszűntek az üres elfoglalható politikai terek, globális interdependencia van, ami Kínában történik, az kihat az Egyesült Államokra, nincs olyan kicsiny sziget a világnak, ami ne hatna vissza egymásra. Ebből az következik elsősorban, hogy a regionális politikáknak vége, és csak globális geopolitikai stratégiákban kell gondolkodni. Magyarul globális világuralmi versenyek lesznek. Tehát megszűnnek ezek a regionális villongások, és globális aktorok fognak egymás ellen harcolni, és itt nagyjából szét is osztja két nagy területre a világot, az úgynevezett világszigetre és a külső szigetekre. A világsziget az tartalmazza Eurázsiát és Afrikát, a külső szigetek az Amerikát tartalmazza, teljes Amerikát, az Észak- és Dél-Amerikát, Ausztráliát és Óceánia nagy részét. Ez a két fő geográfiai megkülönböztethető szekció az ő számára, a világszigetek és a külső szigetek. A világszigetek mind populációjában, mind nyersanyagaiból, mind egyéb technológiai forrásaiból adódóan a domináns a világszigetekkel szemben, és ez az első tételmondata, hogy aki a világszigetet uralja, az lesz képes a külső szigeteket uralni. És akkor jön a kérdés, hogy na de hogyan lehet a világszigetet magát uralni? A világszigetet azt megint kétfelé lehet bontani. A világszigetnek van egy belső köre, ez az, amit szívföldnek neveznek, és van egy külső perem kerülete, most megpróbálom valamennyire, ugye ez is eléggé változik az ő leírásaiban, hogy mi ez a szívföld, de most megpróbálom valamennyire eltalálni. Ez úgy nagyjából a
Lengyelország, a Kárpát-hegység, Ukrajna, Törökország, Irán, Türkmenisztán, Kirgizisztán, Mongólia, India és Oroszország gyakorlatilag végig ezt az egész területet, ezt az egész hatalmas észak-eurázsiai területet foglalja magába, ez maga a Szívföld. Ez azért is fontos geográfiailag, mert olyan természetes akadályok védik, mint ugye északon a retteltesen rossz, meg nehezen járható talaj, a Himalája, hegységek, tehát ez egy hatalmas, összefüggő természeti erőd, aminek a keleti határa az a Kárpátokban van. Ez a legnagyobb földön felelhető, összefüggő természetes védelmért. Hogy? Számukra nyugati. Ja, bocsánat, nyugati. De természetesen igen, a nyugati határa az... az csak figyelek, tanár úr. Ne. Próbálok nem... Először szólaltam meg, mert tulajdonképpen a lesajnáló cinikus részben tudnék részt venni, amelyet a műsor elején kizártunk. Nyugodtan. Tehát ez egyébként egy eléggé befolyásos elmélet. Szerintem nagyon sok helyen lehet vele kritikát folytatni, de most csak nagyon gyorsan végigmegyek rajta. És akkor a Világsziget kapcsán ugye a Szívföld és a peremvidékek, ugye minden, ami nem Szívföld, az nagyjából a peremvidéknek a felosztásáról beszélünk. A peremvidék egyébként klasszikusan ugye Nyugat-Európa, meg a mediterrán civilizációk. Ugye itt meg hát ugye India és Kína nagy része is. Ugye a kettő között a különbség az, Ibiza, Goa, hogy a hallgatók is értsék. Hogy a legfontosabb különbség az az, hogy a peremvidékek elsősorban tengeri kereskedelemmel foglalkoznak, a Szívföldnek a lakói pedig elsősorban vasúton keresztül szállítják a dolgaikat, vagy ők ott kereskednek. Itt van egyébként az első nagy hibája, hogy ő a vasúti kereskedelem fejlődésében azt a fajta mobilitást látja, ami később a tengeri kereskedelmet le fogja győzni. És ahogy a kora középkorban jellemzően a Szívföldről származó területek, vagy Szívföldről származó országok, azok folyamatosan terrorizálták a peremvidéket, klasszikusan a mongol hódítások ilyenek, és ez a történelem... De a hunok is ilyenek. Igen, abszolút, és ez a történelem, ez egy folyamatosan visszatérő rész. Ugye neki az az elmélete, hogy ezek azért nem tudtak tartósan fennmaradni ezek a hódítások, mert arra alkalmasak voltak, hogy elfoglaljanak civilizációkat, de arra nem, hogy megtartsák őket. Van is egy ilyen kínai mondás, hogy nyeregről el lehet foglalni egy országot, de nem lehet megtartani azt. Ennek egyébként elsősorban ilyen népesség, meg életmód típusú okai vannak, és ezért az elmélet az igazolást kapott, de nem tudott fennmaradni. Ennek a változását hozta el az industrializáció, az iparosodás, aminek következtében a modern kereskedelemben a Szívföldnek a lakói olyan flexibilis előnyökhöz jutnak, amivel egy új mongol, kvázi szupermongol birodalom, vagy szuperbirodalomnak a létrejötte válik lehetővé, ami folyamatosan terrorizálni tudja a külső területeket, viszont olyan természetes védelemmel, meg védekező képességgel bír, amiből az következik, hogy ő képes uralni a Világszigetet. Most csak egy nagyon gyors felvetés, hogy ahol a geográfiai határ van, az a Kárpátok északi része, ahol nincs ilyen természetes védelme, és ez a legfontosabb tételmondat, hogy ezért a kelet-európai régió, Lengyelország és környéke az egyetlen egy sebezhető pontja ennek az egész történetnek. Ezért ez a legfontosabb tétel, mondja, hogy aki Kelet-Európát uralja, az uralja a Szívföldet. Magyarul, aki Kelet-Európát uralja, az uralja a Szívföldet, aki a Szívföldet uralja, az uralja a Világszigetet, aki a Világszigetet uralja, az uralja a globális rendet. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri Bulcsúval itt a Spirit FM-en.
Folytatjuk búcsú előadását tulajdonképpen a világszigetek vagy a szívföld elméletről. Ami számomra érdekes, hogy azért eddig azt hallottuk, és ez egy teljesen, hogy mondjam, nem tudom, hat technikailag egy ez egy védhető, és nagyon hosszú távon, hiszen mikor keletkezik ennyi hegység meg. Ez az adottság, és már mióta. Hogy ez egy védhető ilyen nagy hatalmi törekvés. Engem az a kérdésem, hogy ugyan milyen ideológia terjedjen majd ezen a területen. És ezzel kapcsolatban két dolgot találtam. Értem ezt, hogy a szárazföldi és a tengeri népek közötti ellentéteket kiemeli, nyilván a Nagy-Britannia és Amerika az tengeri nép, hiszen lehetősége van, meg egyébként így szokása is tengeren kereskedni. Arra is van jel egy spanyol jobboldali ideológus tollából, hogy a protestáns vallás terméke a kapitalizmus, amit ebben a műsorban is többször hangoztattunk, de hogy addig meg a szovjet szocializmus, az meg nem más, mint a pravoszláv vallásnak a mutálódott változata, e szerint az ideológus szerint. És tudod, ezekből épít valamit, és látszólag így kihívja a nyugatot, de nem azért, hogy lebontsa azt, ami a hanyatlás, az, hogy ez a civilizáció az emberséget felemészti, hanem annak a mínusz egyszeresével. Tehát nem rendet rakna nullára, hanem beszorozná mínusz egyel, azaz egy ilyen ortodox, konzervatív, illiberális eszme alapján akar ugyanúgy globálisan kereskedni, kizsákmányolni, erőből élni. Az alternatíva ugyanúgy fenntarthatatlan, és ilyen emberi szellemet és természeti életet kizsákmányoló, meg ózsdi, mint a fogyasztói társadalom, amit már speciál beszoptunk. Ugyanakkor találtam egy ilyen félmondatot, és ez sokkal erősebb üzenetnek tűnt, mint ez az egész okfejtésem, hogy az állam nem önálló entitásként és értékhordozóként fontos, hanem mindig alá van vetve az orosz birodalmi törekvésnek. Ez azt jelenti számomra ez a mondat, hogy mindegy, mi az ideológia, tök mindegy, hogy mit akarunk, ezt a területet tartani kell. És az fontosabb, mint az, hogy mit csinálunk rajta. Sőt, ez a terület, ez maga az ideológia. A folk, a nép és a hozzátartozó népnek az egyedi szubjektív szemlélete, hogy ezt ő fogalmaz nagyrészt Heideggernek a Dasein fogalmára alapozva, tehát ugye a Heidegger magyarázott erről, hogy lehet szubjektív identitása a népeknek is, tehát hogy ez a fajta szubjektív identitás, ez mindennél fontosabb, és egyébként neki a nagy politikai ellenfele, a liberalizmus, az pont ez ellen harcol, ezért neki a nagy ideológiai harc az pont ez ellen van. Egy másodperce még visszakanyarodva arra, remélem nem untattam a halálba senkit ebből a világsziget meg szívföld elmélettel, ami nekem fontos belőle, hogy miért is kezdtem bele ebbe az egészbe, mert szeretném azt megmutatni, hogy nem a Putyin politikai, geopolitikai akcióiban, amit sokszor úgy ítélnek meg, hogy ilyen impulzív, helyzetkihasználó, pillanatnyi győzelmekkel kereskedő geopolitika, az szerintem téves. Tehát itt azt kell látni, hogy van egy geopolitikai stratégia. Hogy nyilván nem teljesen csak a Mackinder alapján, de azért erőteljesen hagyatkozva erre, van egy jelentős geopolitikai stratégia, és ennek a geopolitikai stratégiának vannak következményei. Ennek a geopolitikai stratégiának az a következménye, hogy Kelet-Európa kiemelten fontos ennek a geopolitikai stratégiának a számára, magyarul, amíg ez a geopolitikai stratégia marad, már pedig Dugán hivatalba lévő, hivatalos szerepbe lévő, azt mondtam, még kormánypozíció is van a lévő ideológus, akit én nem gondolom azt egyébként, hogy Putyin így naponta megbeszélik egymással, hogy most akkor hogyan olvassunk Latourt, vagy mit tudom, tehát nem semmi ilyesmit nem, igen, tehát semmi ilyesmit nem gondolok, de azért azt gondolom, hogy meg tud fogalmazni olyan dolgokat ez a pofa, amiket Putyin nem tudna megfogalmazni, viszont az ő legfontosabb politikai törekvésével az Oroszország nagyhatalmi státusz annak a visszaállításával, avval egyeznek. És azért ebből az is következik, hogy a mi régiónknak ebben kiemelt szerepe lesz. Ezért szerettem volna, hogy ezt megismerjük, ezt a stratégiát, mert talán jobban el fogjuk tudni helyezni ezeket a történéseket ebben az évben.
Most belemehetnénk, hogy Mekiner mekkorákat téved elsősorban így technológiai dolgokban, meg mennyire nem igazolta őt az idő. Ettől független azért vannak olyan tételei, amik szerintem teljesen jól tudnak működni. Most csak egy picit arról, hogy végül is ez a pofa, ez ki ellen harcol, meg mi ellen harcol. Van ez a negyedik politikai eszme című könyve, ami az ő hát ilyen politikai vagy filozófiai krédója. Itt az egy gyorsan azt elmondanám, hogy az Oszival nagyon egyetértve, ez a pofa, amit akar, az borzalmas. Tehát, hogy ezt most így mondjuk, én így most kimondom, hogy egyszerű értékítő, ez borzasztó. Amit ideológiailag elképzel. Meg amit mint politikai aktor szeretne, szívesen felolvasom majd mindjárt, hogy az Ukrajna megtámadás akkor milyen Facebook posztja volt. Tehát, hogy azért egészen szőrfelállós, de ennyivel nem elintézhető a történet, mert nagyon művelt, és szerintem kifejezetten jó érvelő, és kifejezetten vonzó tud lenni az az ideológiai ajánlat, amit ő tesz. És pont ezek a pojátszáskodások is, amiket a Zsizsek is csinál, hogy a Sztálin plakát, meg stb., ezek azért jól működnek a modern közegben. Szóval mivel van neki baja? Ugye szerintem modernitás három fontos filozófiai irányzatot, vagy társadalom szervező irányzatot szült. A fasizmust, a kommunizmust, ő összemossa, a marxizmussal, most így ezeket eléggé össze-vissza használja, mondjuk a kommunizmust, és akkor a harmadik a liberalizmus. És ebből kettővel szimpatizál, és egyet teljesen mereven elutasít. Amit teljesen mereven elutasít, az a liberalizmus. Tehát az maga a sátán, ez egy rettenetesen démoni ideológia. Jogában áll. Úgy áll a jogában. A másik kettő kapcsán azt mondja, hogy vannak nagyon fontos igazságai, meg a nagyon fontos tévedései. A fasizmus kapcsán ő ugye mindig határozottan elmondja, hogy ő semmiképpen nem rasszista, és nem hisz semmiféle ilyen típusú megkülönböztetéssel benne. A rasszizmussal, vagy a fasizmussal neki a legnagyobb problémája az, hogy nem elég radikális, és túlzottan modern. Ugye neki az a legnagyobb baja a fasizmussal. Ő valami ennél régebbi, ennél keményebb elképzelésben hisz. Jó, hát ő áthatja egy csodálat a sztálinista meg a cárista orosz múlttal kapcsolatban. Tehát, hogy ott azért, hát, ott talán, azért ott talál neki modernitása, erre. Ugye neki a modernitása van elsősorban baja. Aha. Tehát neki a és azért azt lássuk be, de hogy... melyik évszámtól? Hát nagyjából a felvilágosodás és a hozzá köthető szellemi irányzatok, ott következik be az ősbűn, és amit a fasizmus elkövet, mint filozófiai hibát a Dugin számára, az elsősorban... Hogy a fasizmus meg a bármilyen szocialista ideológia is a felvilágosodásból vezethető le. A számára igen, mert a modernitásból vezethető le, és a fasizmusnak is ott vannak a nagy hibája, hogy túlzott a racionális típusú gondolkodásra épül. Magyarul azt gondolja, hogy mindenféle ilyen tudományos módszerekkel, mint evolúciós biológia, meg stb. Lehet mindenféle tudományos módon társadalmat irányítani, és ez tévedés. Hát ezt jól szerintem a totalitárius ideológiákhoz általában a valamilyen tudományos alátámasztást, mint a Barbiehoz a Kent. A totális ideológiák, ha nem lenne baja, ezzel a fajta tudományossággal ezzel mindenképpen baja van, és ezt tartja a fasizmus nagy problémájának. Ja. A tudományt azt ő egyébként, ez különösen egy sátánistától vicces, démoninak tartja. Milyen az a rendes sátánista, akinél sértése az, hogy démoni? Na, nem mindegy. Mondja a kétszeres doktori címmel rendelkező elvileg tudós. Igen. Tehát igen. Belülről bomlaszt akkor. Természetesen. A kommunizmussal kapcsolatban talán a legnagyobb kritikája az,
hogy teljesen rosszul jósolt be világtörténelmi dolgokat. Például a marxék ugye azt jósolták, hogy kommunista államok vagy szocialista berendezkedések azok a gazdag, jól prosperáló államokban fognak megtörténni. Hát ennek ugye pont az ellenkezője történt meg. Ez az egyik baja. Illetve hát az a másik problémája benne, hogy van egy olyan alapvetése mind a két gondolatnak egyébként, ami egy folyamatosan fejlődő történelmi képet mutat, és ő ebben semennyire nem tud egyetérteni. Ugye és akkor itt elérkezünk a liberalizmus kritikájára, és megpróbálok tényleg gyors és határozott lenni. Azt mondja, szó szerint az örök fejlődés nyilának mélyre beépült mémjét kell elutasítani. Tehát, hogy van a fejünkben... Még egyszer? A örök fejlődés nyila... Aha. Ez egy mélyre beépült nyíl, hogy itt van egy folyamatos előre haladás, és ezt belénk égették, ezt belénk vert a liberalizmus, mint politikai hipnotizőr, és ennek az illúziónak áldozatául esett mind a fasizmus, mind a kommunizmus is. Tehát a kommunizmus az folyamatosan lát egy fejlődést, ahol majd egyszer a munkásosztály végre hatalomra kerül, megnyeri az osztályharcot, és de jó lesz. Ezt a Dugin nagyon határozottan elutasítja magát, ezt a történelmi képet, hogy itt valamilyen folyamatos fejlődés lenne. Na most ugye itt már azért nagyon konkrétan a... Nem azt utasítja, hogy fejlődés van és volt, hanem hogy az a végzethez vezet, nem? Tehát, hogy neki a fenntartható, ami konzervatív. Neki a lineáris időfelfogással szemben nagyon komoly vitája van. Azt mondja, hogy az idő nem lineárisan felfogható, nem az idő az maga egy szociális vagy a társadalmi teremtés, vagy a társadalmi keletkezett fogalom, vagy keletkezendő fogalom, itt tök mindegy, társadalmi alkotás, konstrukció, köszönöm, nem olyan bonyolult szó, konstrukció, mint a nemed. Mint a nemem, pontosan, köszönöm szépen, és mint ilyen, egyáltalán nem csak egyfajta időkép lehet, tehát nem egyfajta lineáris, hanem lehet ciklikus, vagy stagnáló, vagy visszatérő, vagy akár visszafelé haladó, sokféle idő lehet. Mm-hmm. Ő ezekért harcol. Ezért elég a Tenet című filmnek csak a felét megnézni. Abszolút. Vagy a Mementót visszafelé, ja. És így tovább. És hogy nem a növekedés a jó cél, hanem egyfajta harmónia, és át vagyunk verve két dologgal, ezzel az időszemlélettel, ami egy folyamatos fejlődést akar nekünk beadni, másrészt pedig ezzel a növekedéssel, mint céllal. És azért itt azért megérkezünk a liberalizmus szívébe. Ugye a liberalizmusnak ezek a klasszikus tételmondatai a történelem végével. Tehát ugye a liberalizmusnak van ez az elképesztően sznob ilyen előadásmódja, hogy hát így megszűnt minden. Véget is ért a történelem. Innen már az örök progresszió vezet, ugye egy folyamatos, megállíthatatlan fejlődésben vagyunk benne. Itt már nincsenek ugye csak a progresszióban akadályozó kisebb-nagyobb kis probléma, gócok, hát azokat majd természetesen háborúval vagy gazdasági szankcióval a helyére utasítjuk. És akkor azért és ez az ő legfontosabb kritikai pontja. Egyrészt az a döbbenetes amerikai excepcionizmus, amit Amerika elő tud általában adni, az Amerika kivételességéről, tehát az Amerika a világok világa, meg az átlagos amerikainak a meggyőződéséről, hogy a létező világok legjobbikába él, ami egészen döbbenetes, és hogy mennyire egypólusú ez a világ, amit ez a fajta ideológia ad. Tehát, hogy arra nem nagyon ad lehetőséget, hogy egy más típusú identitású kultúra létrejöhessen, akinek más típusú értékrendjei lennének, ezért harcoló, ezért a típusú többpólusú rendszerre. Ő azt mondja, hogy a liberalizmus az mindent uniformizál, mindent lemos. A liberalizmusnak az az állítása, hogy én szabadságot hozom,
hozok, valójában uniformitást hozok, valójában mindenhol saját magamat szeretném visszatükrözni. Valójában nagyon agresszívan és hevesen lépek föl bárkivel szemben, aki bármilyen ettől eltérő dolgot szeretne csinálni, individualistának Én eddig nagyon adom a nyillal, a geopolitikai törekvéssel, azzal is, hogy a progresszió nem feltétlenül előnyös, ilyenről is beszéltünk ebben a műsorban, de az, hogy ne lehetne a liberalizmustól eltérő eszme is progresszíve, mondjuk ezt ő is mondja, hiszen ebbe bukott bele a kommunizmusnak a előző verziója, meg a fasizmus előző verziója, de ez, hogy sőt, adom ezt az időfelfogást is, ha csak ilyen filozófiai elmélet, hogy így megfigyeld akár egész kicsiben a dolgok ciklikusságát, akár egészen nagyban a létezés ciklikusságáig kimenően, de sőt, azt is gondolom, hogy inkább a globalizmusból, nem a liberalizmusból adódóan, de tényleg az a vége, hogy 500 év múlva mindenki egy kicsit békésebb, barna színű angolul beszél, és ugyanazokat a dolgokat ismeri, tehát uniformizál. De nem tudom, mit mondtál utoljára, az viszont túlment minden határon. Annak igazán örülök. És akkor tényleg csak nagyon gyorsan reflektáljunk erre, mert nyilván innentől érthető, teljesen jól megélhető, hogy miért ennyire vonzó ez a pofa, meg ezek a gondolatai. Hát ezek a kritikái a liberalizmusnak, és a hozzá kapcsolódó fogyasztói társadalomnak, hát ezek azért eléggé ismertek, valaha egy szélső közép rádió műsornak kvázi a krédója is valami ilyesmi volt, vagy ennek legalábbis egy része. Tehát, hogy ezek ilyen rettetesen fontos gondolatok, most csak nagyon gyorsan. Az egyik ilyen klasszikus dolog, amiben én egyetértek vele, hogy a liberalizmus egyik nagy hazugsága volt a trón ürességének a hazugsága. Ja, most, az, hogy a liberális az erőszakkal azon, tehát, hogy az a radikális. És lehet radikális a liberális is, lehet radikális a fasiszta, meg lehet radikális a kommunista is, de hogy ezt azért feltétlenül arra, aki liberális, ne húzzuk rá, hogy akkor ő békétlen ember, vagy hirtelen haraggal és erőszakkal. Én nem az egyedi emberekről, semmiképpen nem, hanem ideológiákról kicsit a saját előnyére mossa össze a kategóriákat, nem beszélve arról, hogy egész véletlenül ennek a szívföldnek a nagy része már automatikusan Oroszország, és így tudod, hirdetjük, hogy aki ezt uralja, az a világot uralja, de arról nem beszél, hogy és a kívülről uralja valaki. Abszolút, és akkor csak tényleg rettetesen gyorsan, tehát a liberalizmus az tényleg előadta, hogy nincsen uralkodó ideológiai, különböző ideológiai ajánlatok fognak versenyezni egymással szemben. Ez volt az állítás, hogy a trón üres. Nincs trón, nincs uralkodó ideológia. Ez azért roppantul nagy hazugság volt. Volt uralkodó ideológia, a liberalizmus magával hozta ezt az uralkodó ideológiát, ez volt. Egyébként ez a fogyasztói kapitalizmus. A másik ugye a multikulturalizmusnak az a típusú hazugsága volt, hogy itt a kultúrák csak szépen egymás mellett fognak élni, és minden megoldódik magától, ez nyilvánvalóan hazugság volt. Egyrészt nem kívánunk együtt élni bármilyen kultúrával. Van egy szabályrendszerünk, amiben meglepően és megdöbbentően ortodoxok vagyunk, csak hazudozunk róla. Például nálunk nem illik megkérdezni, megerőszakolnak egy nőt, hogy akkor pontosan mit viselt. Tehát vannak ilyen ortodox normák. És az is nyilvánvalóan igaz, hogy a Marvel filmek, meg a Lil Pump, az nem a történelem vége, tehát nem az emberiség beteljesülése, ugye? Tehát, hogy nem gondoljuk azt, hogy most jutottunk el valami olyan szintre, amit már nem lehet semmilyen módon. Most már tudjuk, az tökéleteset már csak terjednie kell. Azért a Thor Ragnarök az elég jó. Igen, azt azért lássuk. A Tasnádi is egy állásfoglalásra kényszerült, most ebben áll a pohár. Csak hogy még egyszer, ezeket az érveléseket ismerjük, ugye a posztmodernnek ez volt a legnagyobb vállalása ezeknek az érveléseknek a lerakása, tehát Baudrillard meg a Dibor már megcsinálták egyszer, hogy más nem mondjak, tehát sőt, szerintem sokkal jobban és sokkal színvonalasabban, mint Dugan, de ezeket a dolgokat valakinek, aki ebből a közösségből jön, hát ezekre rettenetesen ugrunk, és nyilván egyet is értünk vele, de hogy Csak nagyon egyszerűen a tévedésekre belemenjünk. Először is van egy nagyon pszichopata logikája. Tehát azért, mert Amerika megteszi azt, hogy
imperialista módon lép fel, és le el akar nyomni mindent, ez miért jogosítaná föl őt arra, hogy ő ugyanezt csinálja? Mert ő ugye nyíltan azt mondja, most akkor ezt mi fogjuk csinálni, és akkor mi morális fölényben vagyunk. Ez egy ilyen tényleg 6 éves gyerek logika, hogy ha én visszaütök, akkor nekem ilyen módon morális fölényem van. Illetve, hogy nincs is igazából semmi baja ezzel a fajta imperializmussal, hanem csak az a baj, hogy nyilván kimaradtak belőle. Harmadrészt a szabadságjogok kapcsán meg tényleg azt akarom elmondani, hogy maga a liberalizmus, mint keretrendszer, az kressz, és nem autó, hogyha közlekedésről beszélünk. A liberalizmus akkor jól felfogható, és ez fontos dolog, hogyha úgy tekintünk rá, mint kressz. Ami szabályozza, hogy a különböző érdekcsoportok, meg érdekérvényesítés, meg ideológiai eszmék, azok hogyan közlekedjenek egymással mellett. Nyilván a mi történelmünknek az a nagy hazugsága, amikor a kressz megpróbált úgy tenni, mintha autó lenne. Valójában az autó, amit ez a kressz vitt, az a fogyasztói kapitalizmus volt, és vele van bajunk, és vele van harcunk, de amikor illiberális gondolatról beszélünk, meg az illiberális országok vagy nagy egységéről, akikkel meg kell támadni a gonosz liberális világrendet, akkor azért ne felejtsük el, hogy itt azért arra megy ki a játék, hogy a szabadságjogokat kidobják a ablakon. A szabadság jogainkat, a mi egyedi érdekérvényesítési jogainkat úgy dobják ki az ablakon, hogy a hozzá kapcsolódó elsősorban fogyasztói kapitalista ideológiai hazugsága és történelmi bukására hivatkozva elveszik tőlünk. Azt mondják, hogy ez bukott meg, pedig nem az bukott meg, vagy valójában a fogyasztói kapitalizmus bukott meg. Itt egy cikkben megjegyezték, hogy azért nagy buktatója ennek a hitnek, hogy pont Ukrajnára nézve, aki ugye ezen a szívföldön belüli terület volna, a perem. Nem, ő az abszolút kulcsrégió kell nekik. Többet ér a szabadság, mint hívó szó, mint ez a nagy téreszme. Hát nem akar a valaminek a szélén lenni. És hát nyilván az is talp alatt. Az is el lehet kalkulálva, hogy ha nekem az a politikai célom, hogy a nyugatot megbuktassam ideológiailag, akkor nem kellett volna nagyon más csinálni, mint nyugton maradni, és akkor még mindig veszekednénk a maszk használaton, meg ilyen egyéb rettetesen fontos ügyekben nagyon szépen szétszedtük volna egymást. Éppen azon, hogy az-e a hazaáruló, aki 3 rétegű FFP-t hord, vagy az-e, akik 5 mondatnál többet mond az eltérő nemi identitásokról a általános iskolában, nyilván, de ennél nagyobb hülyeséget nem lehetett csinálni, hiszen ez a fajta lépés, ez most egyébként viszonylag szép egységbe hozta ezt az egész nyugati régiót, beleértve Ukrajnát is, úgyhogy ideológiailag éppen most megerősödtünk ennek az akciónak köszönhetően. Visszautalva a Mulder ügynökezésemre, hogy a Hans Siever aliaszt vette fel, amíg az okkultizmusban is mozgó társasággal lógott a 80-as években, utalva a Wolfram Sieversre, aki a nácikor Mulder ügynöke, tehát ő az ügyeletes paranormális kutató. A 2007-ben így fogalmazott nem tudom, hogy Dugin vagy Dugán, tényleg, ez egy Moszkvában született ember, nem Alexander. Ma Dugin, nekünk Dugin. Dugán, hanem Alexander Dugin, tudod, vagy valami ilyesmi. Igen, valószínűleg ez a helyes. Azt itt angolul van, de hogy nincs több ellenfele Putyinnak, mondta 2007-ben, és az ő útjának, ha van, akkor azok mentálisan betegek és klinikai kivizsgálásra van szükségük. Putyin mindenhol van, Putyin a mindenség, Putyin abszolút, és Putyin megkerülhetetlen. Ebből, ez 15 éve volt, én nem látom kijönni azt, hogy itt lenne valami nagy P1G fordulat hirtelen az ő környékén. De bármit is mondtál az ideológiákról, nekem még mindig az visszhangzik nagyon erősen a fejemben, hogy azt mondja, hogy az állam nem önálló entitásként és értékhordozóként fontos, hanem mindig alá van rendelve az orosz birodalmi törekvésnek. Tehát nem mindegy, mit csinál, csak nagy legyen. Azt szerintem a legfontosabb tanulság az, hogy ugye elképesztően szereti a posztmodernt a Dugin,
és nagyon, tehát tényleg kifejezetten jól olvasott Deleuze-ből, Foucault-ból, sokat is idézgeti őket, stb. Tehát szerintem az a legfontosabb állítás, hogyha nem látjuk be, hogy az a fajta fogyasztói kapitalizmus, ami uralkodó ideológia volt, és meghatározó volt a számunkra, az semmilyen módon nem tud válaszolni az emberiség jelentős részének az életének a problémáira, és élhetetlen nagyon sok embernek a számára, akkor folyamatosan az lesz, hogy meg fognak jelenni olyan ideológiai szereplők, akik ezt az egészet akár őrületből, akár a sajátságos politikai céljukból ki fogják használni valamilyen ilyen típusú érvelésre. És bármikor a fogyasztói társadalmat meg lehet támadni, össze kell az egészet mindig keverni egyébként a liberalizmussal, és már is el tudom venni a te függetlenséget, szabadságodat és érdekérvényesítési képességedet. Na ez a valódi veszély. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.